Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. Miután a Muhi csatában győztek a mongolok, Esztergom vára állt a útjukat Európa lerohanása felé. Ebbe az időszakba a 13. század meghatározó éveibe repít vissza a világhírű színészek közreműködésével készülő 1242 a Nyugat kapujában című történelmi kalandfilm. De vajon hogyan jelennek meg ezek az események a mozivásznon, és vannak-e újabb ismereteink a tatárdulás korszakáról? Erről beszélgetünk, kezdünk! Érkezik hozzánk Sipos Kornél. A történelmi kalandfilm producere azt mondja, céljuk, hogy elinduljon a tartalomexport, azaz magyar tartalmak, magyar alkotók által megvalósítva jussanak külföldre. Itt lesz velünk Makoldi Miklós Zsombor történész is, aki szerint történelmi tény, hogy a magyar királyság óvta meg Nyugat-Európát a tatárok pusztításától, és ezért nem kis árat fizetett. És a stúdióba várjuk Hidán Csaba történészt, aki úgy véli a hadjárat során, mint Batukán, mint Béla király sikereket és kudarcokat ért el. A háború után mindketten sikeres uralkodók lettek. Második András már 1220-ban önálló hercegséget adott fiának, negyedik Bélának. Az ifjú a birtokadományozási politika ellensége volt, ezért igyekezett visszavenni az apja által eladományozott királyi birtokokat is. Külpolitikai törekvései megfeleltek a harmadik Béla féle terjeszkedési politikának. Megkezdte a határon túli kunok megtérítését, és létrehozta az első kun püspökséget a későbbi Dél-Moldvában. Miután az ifjú király 1235-ben elfoglalta az ország trónját, nekilátott a királyi hatalom korábbi fényének visszaállításához. A mongolok hódításairól, a fenyegető veszély közelettéről valószínűleg a magyarok tudtak a legtöbbet, részint az orosz fejedelmektől, részint a hittérítő és felderítő céllal keletre küldött domonkos rendi szerzetesektől, többek közt Julianus baráttól. A belső Ázsiából nyugat felé terjeszkedő törzsek egymás után hódoltatták meg az orosz fejedelemségeket, kíméletlen pusztítást hagyva maguk mögött. 1239-ben Kötöny kun fejedelem a tatárok elől menekülve bebocsátást kért a királytól. Negyedik Béla örömmel fogadta őket, mert hatalmának megerősödését remélte ettől. A nomád életmódhoz szokott kunok és a letelepült magyarok között viszont állandóak lettek az összeütközések. A tatárok 1241 tavaszán már a magyar királyság határainál álltak. Alig egy héttel azután, hogy átlépték a vereckei hágót, portyázóik már Vácig jutottak. A népszerűtlen király Pest környékére próbálta összehívni az ország haderejét. A bizalmatlan katonák megvádolták a kun vezért Kötönyt, hogy együttműködött a tatárokkal, ezért a feszült hangulatban a nemesek meggyilkolták. A kunok válaszképpen végigfosztogatva és rombolva a királyságot kivonultak az országból. A mongolok győzelme és Magyarország addigi legnagyobb katonai veresége ezáltal végképp elkerülhetetlenné vált. Izgalmas időszakról beszélgetünk, és remélem, hogy izgalmas filmről is beszélgetünk. Majd szeretettel köszöntöm nézőinket a képernyők előtt és vendégeinket itt a stúdióban. Nagyon sokszor beszéltünk itt az Ez itt a kérdésben is, de az elmúlt három évtizedben is nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy hiányoljuk a magyar történelmi filmeket. Persze történelmi filmek készültek, de azokat a filmeket hiányoltuk, amelyek a sikereinket is megmutatják, vagy a kudarcainkban megmutatják a sikereinket. Hát most valahogy úgy érzem, hogy ilyen filmről beszélgetünk, egy nagyszabású film készül, 1242 a Nyugat kapujában címmel, a tatárdúlásról. És akkor először a produceré a szó, hogy miért pont ez az időszak, mi fogta meg ebben? Egy dokumentumfilmet forgattam Mongóliában, és a nagykövet asszonnyal beszélgettünk, hogy milyen filmet tudnánk, olyan filmet csinálni, ami kulturálisan egybe köti a két nemzetet. Ugye a nagykövet asszony most Obrusánszky Borbála, aki történész, régész. Igen, és tehát nagyon sok köze van a történelemhez. Nagyon sok köze van, és nagyon az egyik szakértőnk, és nagy pártolója a filmnek, és miután a tatárjárás az egyetlen olyan, ami a uniója két halmaznak, ezért döntöttünk amellett, hogy megcsinálunk egy ilyen filmet. De hát ugye itt mi csak gyakorlatilag minden csatát elvesztettünk, ezért egy fikciót találtunk ki, és erről fog szólni most a film.
fikciót találtunk ki, de ahogy elnéztem itt a szereplőgárdát, hát egészen neves szereplőgárda van. Tehát a cél az, hogy ez a film ne csak, ugye a Nyugat kapujában a cím is eleve sejteti, hogy mi itt megállítottuk ezeket a hadakat, a Nyugat köszönhet nekünk valamit. Valahogy van egy ilyen érzésem a cím hallatán. És hogyha még hozzáteszünk a nemzetközi szereplőgárdát, az azt jelenti, hogy a Nyugatnak is akarunk valamit mondani ezzel a filmmel, nem csak magunknak. Igen, hát a tény az, hogy nem mentek tovább. A mongol invázió nem ment Európán, nem söpört végig, hanem innen fogták magukat és visszafordultak. A történelemkönyvben azt tanultuk, hogy azért, mert hogy a kán választ meghalt a nagykán, és a kán választásra visszafordultak, de valójában a Batuk kán, aki a mongol inváziót vezette, ő soha nem ment vissza. Tehát ő nem jelent meg a kán választáson, tehát valószínűleg nem ezért, nem csak ezért fordultak vissza, és mi szeretnénk, vagy az a cél, hogy adjunk egy választ, hogy miért védtük meg Európát, ugye hát ez nagy képű, de ez egy fikció, és ezért választottunk egy olyan szereplőgárdát, akivel nemzetközi szintérre is ki tudunk jutni, és nemzetközi piacra is ki tudunk jutni. Kik ők? Ray Stevenson játssza a pápai legátust, Michael Ironside játssza a keresztes lovagot, Eric Roberts, Neil Stook, Jeremy Newmark Jones játssza Eusebiust, ők a várvédők, és hát a mongol, neves mongol színészek, a legnevesebb mongol színészek játsszák a mongol haderőt. Magyar színészek? Magyar színészek közül Mátrai László játsza a negyedik Bélát, Stoll András játszik benne, Juhász Réka játszik benne, és László Zsolt. Akkor nézzük egy kicsit a történelmet most a történészekkel, hogy amit tudtunk a tatárjárásról, és amit nekünk tanítottak még a tatárjárásról, az nagyjából az volt, hogy Muhinál megsemmisítő vereséget szenvedtünk, utána a tatárok feldúlták az egész országot. Az a látszat volt a történelemkönyvekben legalábbis, lehet, hogy a történészeknél már nem, hogy mi itt utána teljesen tehetetlenül néztük, hogy végig dúlták az országot. Néhány kővár ellen tudott állni. És kivonultak a tatárok. Elnézést. Mert a nagykánnak a választására kellett menniük. Hát nagyjából összefoglalva ezt tanultuk annak idején, 30-40 éve. Ehhez képest vannak-e kutatások? Így van, hát kezdeném, én köszöntöm a nézőket én is. Ugye a régészet terén egészen bizonyos, hogy vannak teljesen új kutatások, ugyanis hát a Magyar Alföldnek is megkezdődött a korábban teljesen elpusztultnak hitt, ugye az Alföldet egyrészt a kunok is feldúlják, majd a tatárok is feldúlják, és tulajdonképpen ott olyan szinten pusztul el a tatár járás során is a régészeti leletanyag, de igazából a török korban üresedik ki teljesen, hogy nem gondolta volna senki, hogy például egy Tázlár templom hegyen feltárható egy hármas körárok rendszer, hogy ott van Bugac Péter monostora, olyan színvonalú Árpád-kori leletanyaggal, mint Európa nagyvárosai, és hát ezekből számos következtetés levonható. Egyrészt az például, hogy az Alföldön is, és az egész ország területén igenis komoly ellenállás volt. Tehát, hogy nem érte annyira felkészületlenül Magyarországot a tatárok támadása, mint ahogy azt a történelemkönyveik leírják, hiszen már 36-ban jelezte ezt Julianus Barát, ennek a levélnek a másolata a Vatikánban meg is maradt, most a Királyok és Szentek kiállításon Székesfehérváron ez látható is volt az eredeti oklevél. És az is történelmi tény, és a régészet is igazolja, hogy a 1241-ben a Dunánál sikerült megállítani a tatárokat. Igaz, a király az először Ausztriába, majd aztán ugye Horvátországba ment, nyilván a legtávolabbi pontról irányította az országot, hogy minél kevesebb esélyük legyen a tatároknak, hogy őt elfoglalj, vagy tehát, hogy kézre kerítsék, és hát nyilvánvalóan céljuk az volt, hogy megöljék. Viszont az egyértelműen látszik, hogy a tatárok
a Kárpát-medencéből nem mennek ki, két évet dúlnak itt, és két év alatt nem érik el azt a villámháborús sikert, amire ők számítottak. Tehát úgy gondolták szerintem, hogy egy-két hónap alatt átkelnek a Kárpát-medencén, és Nyugat-Európában lesznek, ehhez képest két évet töltöttek itt. Na most az is biztos, hogy Ögödei Kán, amikor meghal, és a futár elindul, hogy meghozza Batukánnak a kánválasztás hírét, ugye mondta Kornélis, hogy erre sohasem tér vissza Batukán, a futár pedig valószínűleg a tatár seregek visszafordulásakor még ide sem érhetett fizikailag, mert kevés volt az idő erre, ezt Obrusánszky Borbála nagykövetasszony kutatásai mutatják, és a Dunántúl az meg sokkal kisebb pusztítást szenvedett már el a tatároktól, mint mondjuk az Alföld, vagy Észak-Kelet Magyarország a Vereckei hágónál. Tehát a történelmi, inkább a régészeti tények, régészként mondanám ezt, arra utalnak, hogy a Dunánál azért valóban sikerült feltartóztatni ezt a tatár sereget, és annak ellenére, hogy egészen Horvátországig jutottak, és még a menedékként a szigeten Trauvárát is ostromolták, ahol a király bezárkózott, annak ellenére valószínűleg nagyon nagy veszteségeket szenvedett a mongol sereg itt a Kárpát-medencébe, és egyszerűen nem kívántak még egy telet a Kárpát-medencébe tölteni, hanem visszavonták hadseregüket. Biztos, hogy volt ennek politikai oka is, de nagy részt az is lehetett, hogy hatalmas veszteségeket szenvedtek itt a Kárpát-medencében. Volt még egy levél is, amit Ögödei nagykán írt IV. Bélának, ugye talán valamikor 2037-ben, ha jól emlékszem. Ugye ez is jelezte már nyilván ezt a támadást, hiszen ebben a levélben behódolásra szólítja fel a magyar király, és ez azért 4 évvel megerőzi ezt a támadást, tehát lehetett rá számítani, hogy támadnak. Igen, és ettől korábban ugye Julianus barát is értesült. Igen, Julianus barát, róla is váltsunk akkor pár szót, mert ugye az két útja volt, ugye? Két útja volt, viszont még hozzátenném, hogy hadtörténetileg, hogyha elemezzük az eseményeket, akkor egyrészt ismerni kell a mongol hadviselést. Azon kívül ismerni kell a keleti forrásokat, amelyeket jó részt Obrusánszky Borbála talált az utóbbi időben, és nem csak ismételni azokat a tudományos közhelyeket, amelyeket az utóbbi 70-80 évben lehet olvasni a történelemkönyvekben. De miért mondjuk így, hogy az utolsó 70-80 évben előtte nem voltak még meg ezek a közhelyek? Nem, akkor alakul ki ez az egységes szemlélet, ami szerint ugye elpusztult az ország nagy része, elveszett a magyar haderő. Na most egyrészt, hogyha józan eszünket elővesszük. Nyilván a Mui csatában, akik ott vannak, verességet szenvednek. De amiután Frigyes osztrák herceg Hainburg várába elfogja Bélát, kirabolja és megzsarolja, hogy 3 vármegyét és közel 60 várat engedjen át neki, ezeket 1242 tavaszán a magyarok visszafoglalják. Ha most, ha gondolkozzunk józanul, ha a hadsereg elpusztult volna, a hadsereg nagy része Muhinál, ott vesznek a nemesek, ott vesz szinte minden kartforgató magyar, akkor 42 tavaszán nem tudták volna visszafoglalni a 3 megyét és közel 60 várat. Az ostrom nagyon emberigényes. Emberigényes és viszonylag nagy vesztességekkel is jár, magyaroknak sikerült. Azon kívül keleti források igazolják, hogy a mongol seregben már a hadjárat kezdetén volt egy egyenetlenség, főleg Gülyük, Ögödei fia és Batu között. A filmen ez ki is jön ez az ellentét Batu és a hadvezérei között. Bocsánat, önök szakértők a filmnél, történész szakértők, ugye mindketten? Igen. És nyilván a mongol hadsereg nem tudott egységesen föllépni úgy, ahogy addig a Dzsingisz hadjáratai alatt szoktak. Azon kívül van még egy érdekes tanulsága ennek a mongol inváziónak. Mind Batu, mint IV. Béla, levonván a tanulságokat, változtatni tud addigi politikáján, addigi viselkedésén, és mind a kettő a nagy háború után sikeres uralkodóvá válik. Batu, hiába ő a mongol sereg fővezére, valójában parancsot teljesít. Belőle nagykán, Karakórumban, a birodalom központjában soha nem lehet származása miatt. Viszont a... Mert a származásában mi a probléma? Neki az édesapja Gyocsi,
akinek a neve mongolul azt jelenti, hogy kis vendég, jövevény. Mert Dzsingisz feleségétől, Börtétől származik, de nem Dzsingisztől. Most ezt minden mongol tudja. Ja, mert hogy fogságban volt, igen, ugye, elrabolták. Börtét elrabolták, igen, és Dzsingisz visszafogadta Börtét, nem bántják a kisfiút, de nem lehet utód. Tehát uralkodó nem lehet, Dzsocsi, Batu pedig Dzsocsinek a fia. Tehát ő Karakorumban nem lehet kán, főkán, kagán. Viszont a magyar hadjárat után, egyrészt ő a szürke eminenciás, aki háttérből azért mozgatja a szálakat, de nem tér vissza a birodalom fővárosába, hanem létrehoz egy új államot, az aranyhordát, amiben már lehet uralkodó. Hát ő is tanult az eseményekből, és negyedik Béla is tanult, és mindketten a hadjárat után sikeres uralkodók. No, hát Julianus barátról kezdtünk el beszélni, szóval ő is megjelenik a filmben egyébként? Nem. Ő nem jelenik meg. Tehát nem megy végig a film. Mi a történet? Lehet ezt így? Tehát. Egy filmnek a történetét elmondani előre, az biztosan nem szabad, de azért nagy vonalakban pár dolgot mondjon róla. A film arról 72 óráról szól, mi hozzánk megérkezik a hírhozó, hogy meghalt a nagykán, és arról a 72 óráról szól, amikor Batukán eldönti, hogy mi lesz a következő lépés. Hogy, mert vagy tovább megy a mai Atlanti-óceánig, vagy visszafordul és visszamegy a kán választásra, vagy itt meghúzza a vonalat, elfoglalja a Kárpát-medencét, itt teszi meg a központját. Ő azt a döntést hozza, hogy kivonul a Kárpát-medencéből, és megalapítja az aranyhordát. A mi filmünk erről a 72 órás dilemmáról szól, arról a döntésről, ami egy emberben, vagy vezetőben, hát azért mégiscsak ő mögötte van az akkori világ egyik legnagyobb hadserege, tehát ő, hogyha akarna, nem azt mondom, mert én nem vagyok történész, de ha akar volna, akkor visszafordulhatott volna, és lehetett volna nagykán, mert tehát hogy nagy hatalmas sereget vezetett, de ő nem ezt tette, és azt a kérdést válaszoljuk meg, hogy miért. Hogy van ez közben, csatajelenetek, szerelmi szál, minden ilyen van benne? Hát a szerelmi szál van benne, de nem arra. Nem egy vígjáték, és nem egy ilyen nem egy romantikus vígjáték. Itt van csata, vannak párbajok, van gyilkolás, az van. És hát a tatárjárás azért anélkül nagyon nehéz lenne megcsinálni, azt hiszem. Mi megkaptuk az első változat, forgatókönyv változatnál, hogy ebből nem látszik, hogy a tatárok milyen nagy dúlást csináltak. Megpróbáltuk megfogadni a tanácsot. Igen, hát csak egy mondatot, hogy például az Alföldön azért most az utóbbi 10 évben feltártak akár Tázlárt, mondom, ami a Magyarság Kutatóintézet támogatásával a tavalyi évben tározott. Bocsánat, én szólok is most a kollégáimnak, hogy készítsék elő Tázláról, van egy rövid kis filmünk, mindjárt megmutatjuk, azt előkészítik, de mondja csak. És hát ott is az látszik, hogy a visszatemetett árkokban, amit ugye kiástak arra, hogy egy kis település népességét megvédjék a templom épületében, azokban így majdnem színig van halottakkal, akik több hónapig temetetlenül ott hevertek, és a vadállatok szedték szét a csontjaikat, meg a húsaikat, vannak ilyen odébb hurcolt kezek, lábak, amik megmaradtak, és régészetileg feltárhatóak. Van olyan Kecskeméti Múzeumnak olyan ásatása, ahol az ember csonton húsolás nyomai láthatóak. Tehát, hogy olyan éhesek voltak az életben maradt lakosok, hogy kannibalizmusra utaló nyomok is vannak. Akkor vannak olyanok, hogy tényleg gyerekek, asszonyok, férfiak letérdeltetve és hátulról tarkonlőve íjjal az árokban. Tehát nagyon, nagyon kemény volt a tatárjárás a Kárpát-medencében, tehát aki nem működött együtt, ezt kegyetlenül gyilkolták le, ennek ellenére mégis sikerült megállítani őket. És ez feltételez egyrészt egy erős politikai hatalmat, ami negyedik Bélában megvolt, tehát azért gondoljunk bele, hogy a tatárok elvonulta után és már előtti
néhány évben is, hát olyan várépítési program azóta nem zajlott le a Kárpát-medencében, mint ami akkor volt. Újjáépítette, ugye a második honalapítóként is ismerjük az egész Kárpát-medencét, és tulajdonképpen még azt is megtette, hogy ezeket a lakatlan területeket újjá telepítette, visszahívta a kunokat, és azért csak az is látszik, nyilván a kereszténység okán, hogy nem csak a központi hatalom küzdött a tatárok ellen, hanem az alaplakosság is. És ez így, tehát hogy senki nem állt át a tatárok oldalára, és ez így felőrölhette ezt a hatalmas hadsereget is. Jó, akkor visszatérünk ide, mert most arra kérem kollégámat, akkor hogy mutassuk meg Tázláról ezt a kis összeállítást. Tázlár templomhegyen vagyunk, egy olyan lelőhelyen, ami a Magyarságkutató Intézet legújabb 2021-es feltárásai közt szerepel, és azért kiemelkedően fontos ez a lelőhelynek a feltárása, mert itt a tatárjárás kori pusztulási rétegeknek egy olyan bizonyítékát látjuk, ami gyakorlatilag az országban talán most ezen az ásatáson a legjobban megfogható. Volt egy második tatárjárás 1285-ben, és ugye azt szoktuk mondani, hogy akkor jól vizsgázott az a mondjuk úgy, hogy polgári védelmi rendszer, amit IV. Béla, vagy honvédelmi rendszer, amit IV. Béla felépített a kővárakkal, és ezek a kővárak, ahova be tudtak menekülni a lakosok, megvédték a lakosokat, és a tatárokat pedig arra késztették, hogy kisebb csapatokról szóljanak szét, és kisebb csapatokban már megverhetőek voltak. De akkor ezek szerint már 1241-42-ben is hasonló volt, mondjuk úgy, hogy a magyarok taktikája a múhi vereség után? Valójában hasonló volt, de azt hozzá kell tegyük, hogy a nagyobb kővárak állnak ellen sikeresen a mongol inváziónak. Hát Tázlár nem volt kővár, itt földvár volt? Igen. Ez csak egy földsánc. Földsánc. De még ott is védekeztünk. Védekeztünk. Mert a kulcs szó, hogy nagyobb kővárak. Mert mongolok el tudnak foglalni kővárakat, a Kaukázusban is, meg Belső Ázsiában is vannak kővárak, át tudják törni a kínai nagyfalat is. De a lényeg az, hogy nagyobb kővár. Mert korábban, általában Nyugat-Európában az volt a jellemző a feudális anarchia idején, hogy egy-egy tartományúr, egy-egy grófnak a családját és közvetlen környezetét a birtokán épült kisebb méretű kővár megvédi. Igen, de az ellenség a szomszéd gróf, vagy esetleg egy távolabbi tartomány uralkodója vagy követelője, de nem központi hadsereg, aki rendelkezik ostromgépekkel. Mongoloknak volt, hiszen a források leírják, hogy Esztergom ostromán is 30 gépet állítanak föl. Rogerius leírja, hogy Nagyváradot több mint 9 ostromtoronnyal ostromolják. De milyen ostromtoronyokat kell elképzelni, ezek kőhajítógépek, vagy nem tudom, hogy akkor már ugye Kínát, akkor már elfoglalják a mongolok? Már ez már azután van? Tehát akkor itt puskaport. Puskaport Magyarországon nem biztos, hogy használnak. Igen. Arra van írott forrás, hogy Lori városát, várát, kővárát a Kaukázusban felrobbantja Szübetej. Aláknázzák és felrobbantják, hogy Magyarországon vannak kínai hadmérnökök, azt tudjuk, mert a Muhi csatáról is van egy kínai forrás, ami leírja például, hogy az első éjszakai összecsapásban meghal 48 páncélos mongol főember. És a hídat a végén a mongolok hadigépekkel tisztítják meg, amit valószínű kínai hadmérnökök kezelnek. Viszont a mongoloknak bőven van, de nagyon jól szervezett hadsereg. Na most az, hogy Béla feltételhez köti a birtokadományozást, tehát kővárépítését rendeli el, nagyobb kővárak építését, visszahívja a kunokat, ez egy nagyon jól átgondolt, mindenre kiterjedő védelmi politikát igazol. A második tatárjáráskor pedig a székelyek, az aranyos széki székelyek Torockó környékén győzik le Telebuga és Nohaj seregét. Telebuga a kán, Nohaj a fővezér, ő egy nagyon sikeres fővezér, a Kaukázusen túl is az ilkánok seregét legyőzi. Na most Erdélyben veszítenek. De ami itt is egy érdekesség, az elfogott tatárok, ők már aranyhordobeli tatárok, megkeresztelkednek, és ők lesznek a királyi nyögérek, a magyar király szolgálatába állnak.
Igen, és a Regécz alatt is, múltkor Regécvárában voltam, és ott is számon tartják, hogy Baksa Nembeli György, Baksa. Ugye, hogy ő vert meg ott egy tatár csapatot a Regéci vár alatt, ugyanígy hát ez a oszoljanak szét, és majd egyesével bánunk vele politikai jegyében. De akkor kicsit térjünk vissza 41-42-re, mert erről például nagyon keveset hallottunk előtte a történelemkönyvekből, hogy ezek szerint ellenálltunk, ahol tudtunk, és ha kellett, hevenyészet földsáncokat csináltunk, és ott is ellenálltunk, addig, amíg tudtunk. Így van, tehát ezeknek megvan a korláta, hát ahogy Csaba is mondta, hogy a nagykővárak tudtak sikeresen ellenállni, de hát azért egy kisebb földsáncok, azért ez is egy, mondjuk Tázlár is egy hármas földsánc, de ugyanilyen Szank mellette, vagy a Bugac Péter monostorát is megerősítik, ott is tele vannak halottal az árkok, ezek az árkok egyébként őrzik azt, hogy egy korábbi árpádkori temetőbe ássák bele őket, tehát nem törődve a sírokkal ugye próbálnak védekezni, de tele vannak utána a harc hevében elhullott emberek maradványaival, és aztán megjelennek például Tázláron, hogy ezeket ugye több hónapig hagyják ott temetetlenül, valószínűleg nincs, aki eltemesse, és utána már nem, senkinek nincs gusztusa eltemetni őket, ezért vissza temetik az árkokat egyszerűen, de majd megjelennek az új élet nyomai, na most Kunként meghatározott épületek, újjáépítik a templomot, megkeresztelkednek. Valószínűleg nem tér oda vissza senki, mert mindenki meghalt ekkora tatárjáráskor. Viszont hogy milyen hadsereget tudnak legyőzni, ez jól mutatja számomra az, hogy a mongol hadsereg mennyire volt jól szervezett, hogy nyilván vasnyílhegyeket is használnak a páncélok és a nagyobb hadseregek ellen, de az ilyen mezei lakosság ellen még mindig csontnyílhegyeket találunk a régészeti feltárásokon, és azokat a csontnyílhegyeket még Mongóliából hozzák, tehát még 100 000-vel vannak Magyarország földjében olyan nyílveszők, amiket Mongóliában készítettek. Hát micsoda logisztika kellett ahhoz, hogy ide azokat a csontnyílhegyes nyílveszőket elhozzák. Tehát olyan hihetetlen jól szervezett és nagy erejű volt a tatár hadsereg, hogy azt megállítani egy alaplakosság, egy nem királyi hatalom nem tudta. Viszont az sem volt nekik általában akadály, hogy átkerjenek nagy folyókon. Tehát azért gond nélkül kelnek át a Volgán, Nyeszteren, Donon, ezekről vannak források. A Dunánál mégis meg tudja állítani őket negyedik Béla. Egy egész fél év. Meg éppen ezt akartam mondani, és kínai források is leírják, Peng Talja, hogy milyen komoly felderítésük van, hogy 200 fős felderítő egységeket küldenek ki, amelyek alegységekre oszlanak, és mindent felderítenek, igyekeznek nyelvet fogni, azt megfelelő időben jelenteni a főhadseregnek. És a Csonyi-hegyre kitörően, jó, hogy említed, meg lehet különböztetni az első harclépcsős erőket, és ez a második. A Csonyi-hegy a Mongóliának az északi vidékére jellemző, az úgynevezett erdei mongolokra, akik második harclépcsős csapatok. De nagyon pontosan lehet látni a típusról, hogy most, ezek észak-mongol nyílhegyek. Kicsit akkor meséljük el a nézőknek, hogy mekkora ebben az időben a mongol birodalom, mert ugye túl vannak, Kínát ekkora meghódítják, ugye? Északi részét. Igen. Északi részét meghódítják. Szamarkand, Perzsia már megvan, ugye? Az orosz fejedelemségeket már legyőzték, Kijev 1240-ben esik el, a kunok és a többi sztyeppei név szintén behódol, ezek szerint a Kaukázus is, Kaukázus. Abban az időben már. Kaukázus is. Hát ez egy globalizált hadsereg, ha tetszik, amelyik itt sárga állam. Folyótól a Dunáig. Érem. Korea is már az övéki. A birodalom. Korea is. Akkor még tovább. Hát a világ legnagyobb, tehát az a valaha elfoglalt legnagyobb terület szempontjából a birodalom. Igen, ez egy jó, de mondhatjuk a birodalom úgy, a világon. És mindezekből az országokból nyilván a harci tapasztalatot, illetve a legjobb harci megoldásokat is hozzák magukkal. Pontosan. Meg a népet, haderőt. Maguk elől hajtva. Igen, haderőt. És nagyon jól alkalmazzák, mutatja, hogy a kínaiak hadmérnökök. Nem lovasok, ők a hadmérnökök. Hát lovasoknak ott vannak a mongolok, igen, köszönjük igen. Szépen, hogy jól megvannak. Szét mondom, hogy nagyon jól tagolt, nagyon jól szervezett hadsereg. Gyalogosoknak, tehát a szlávokat is hajtják maguk előtt, hogy gyalogos katonaként szolgálják őket? Általában igen, vagy pedig szolgakatonaként, amikor a vereckei hágon betörnek, akkor például a Rúzföldről gyalogosok tömegét, katonák és parasztok tömegét hajtják maguk előtt, hogy Tomaj Dénes által emelt fa torlaszokat eltisztítsák.
meg hogy utat vágjanak azért utat itt. Vágna. Itt nem, nem kell, azért a Kárpátokon nem tud átkelni kettes oszlopban egy több százezres haderő, tehát ott ilyen autópályát vágnak nekik, hogy így modern szóval éljen. De akkor minden is azt érdemes elmondanunk, hogy ugye Tomai Dénes, ő a nádor, és Vereckénél? A főerő Vereckénél. Batu és Szübetej Vereckénél támad, viszont annál érdekesebb, hogy az északiak, Orda és Bajdar először lerohanják Lengyelországot, Ligdisznél szétverik a Teuton lovagrendet és Sziléziai Henriket, és a Morava folyó völgyén kanyarodnak le délre, és utána kanyarodnak vissza. A déliág, Büdzsek és Borundáj pedig a Tatárhágon és a Berecki hágon a mai háromszék területére tör be, aztán a Barcaságot felégetik, és a Maros mentén érnek ki az Alföldre. A középső déliág, Kadán, ő a Radnai hágon éri el Erdélyt, és a szászok ispánja Arisztáld kalauzolásával, aki átáll a mongolokhoz, ő kalauzolja őket Erdélybe, ők Erdély közepét pusztítják fel, Gyulafehérvárt. De lassulnak. De ha jól sejtem, akkor mindent tudtak rólunk, tehát felderítették a Kárpát-medencét rendesen. Nem csak azt, hiszen a mongolok tolmácsa, tanácsadója egy angol lovag. Ebben az időben egy angol lovag. Na hát, ha már egyszer Angliáról beszélünk, na mindegy, mindjárt a nyugatról is váltsunk egy pár szót, például Frigyes osztrák herceg kapcsán, de ezt a gazdagságot hogy lehet megmutatni egy filmben? Azért nyilván vannak költségvetési határok, és azért itt ostromgépek, nem tudom, nemzetközi színészgárda, tehát ez egy nagy költségvetési produkció. Mennyi a vége, ha el lehet mondani az összeget? Miután ez egy koprodukció, tehát ez mongol, magyar, angol, ausztrál finanszírozású film, 8 millió dollár a körüli az összeg, hát ez ugye a dollár pillanatnyi állapotától függ mindig, hogy ez volt 7,5 és volt 8,3. Jaj, hát forintban is. Akkor összeg ne is. És van benne magyar állami támogatás, vagy a film alapból? Nemzeti filmintézettől van olyan közvetett támogatás, illetve van egy Foresight Media Angliából, van egy Ausztrál Backlot Studios Ausztráliából és a mongol partnerek. A mongol partnerek, ugye hát itt tényleg a közös történelmünkről van szó, de hát ez olyan, mint a törökökkel a közös történelmünk, hogy hát azért jobban örülnék, ha nem lett volna annyira közös. Igen. Mégis hogy lehet úgy megmutatni ezt a közös történelmet, hogy ebben a mongolok is partnerek legyenek? Hát azért mégiscsak róluk szól, tehát azért Batukán a főhős, Batukán és egy Eusebius esztergomi kanonok a főhős, ők, az ő kettejük filmje ez, vagy az ő kettejük története, úgyhogy hát azért vannak itt, tehát hogy azért a mongolok nélkül ezt nem tudjuk megcsinálni, mert egyrészt az ő általuk elkészített és idehozott jelmezek, a kellékek, azok nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Ők aztán biztosan tudják, hogy 1241-ben milyen felszerelése igen, volt igen. A mongol. Már ott is azért vannak, most az elmúlt két hétben megtudtuk, hogy vannak nézeteltérések a történészek között, de túlendültünk rajta. Esztergom ostromáról van szó? Egyébként Esztergom. Ebben az időben, hogy Esztergom az egyik olyan várunk, igen. Amely megtudta, a város nem, az elpusztult, ugye azt be tudták venni, de a vár az ellenállt, és az végig ellenállt. Tehát Esztergom ostromáról van szó. Esztergom ostromáról van szó, vagy azt arról szól a film. Mint ahogy mondtam, ez egy fikció, tehát abból a szempontból nem fikció, hogy tatárjárás volt, ostromolták Esztergomot, és innen fordultak vissza, de ahogy az Esztergom vára ki fog nézni az, vagy kinéz majd, vagy az egy terv, tehát azt a díszlettervezők meg a szakemberek tervezik, az valószínűleg nem úgy nézett ki, ahogy annak idején kinézett, vagy nem úgy fog kinézni, hogy annak idején kinézett, de megpróbálunk mindenben a leghitelesebbek lenni. Fóton építik fel? Nem. Fóton, hál' Istennek a többi magyar történelmi film forog, ami miatt mi kiszorultunk. Mi Szilvásváradon forgatunk, és Visegrádon lesz maga, Szilvásváradon van a mongol tábor, Visegrádon lesz az esztergomi vár, ott lesz kiegészítve a visegrádi fellegvár és a Salamon torony, illetve a műtermekben csináljuk a belsőket.
Na akkor nézzük meg egy kicsit, még mielőtt rátérünk a magyar filmiparra, mert szerintem az nagyon fontos, hogy a magyar filmipar képes egy ilyen produkcióra. Lehet, hogy pár évtizede nem lettünk volna képesek rá, úgyhogy erről majd beszéljünk, de előtte egy pár szót ejtsünk Nyugat-Európáról. Ugye Frigyes osztrák herceg kedélyesen azt mondja negyedik Bélának, amikor védelmet keres nála, hogy rendben három vármegyéért. És 60 várért. Tehát, hogy vizsgázik ebben az időben, 1241-42-ben Nyugat-Európa? Hát Nyugat-Európa körülbelül annyi segítséget ad, mint amennyit később a törökök ellen is, tehát nem sokat, de mondjuk pont Frigyes megjelenik ebben a pesti táborban, amikor gyülekezik a magyar hadsereg. Még márciusban, ugye 1241 márciusában. Ez meg a Mohi csata előtt, így van. És akkor ott megjelenik, de egy kóbor valószínűleg felderítő mongol kis csapatot akkor ott bekerítenek, és sikeresen legyőzik őket, és akkor Frigyes azt mondja, hogy na hát ő elvégezte a munka dandárját, és hazamegy. Ráadásul források vannak, hogy ő buzdítja a pesti népet, hogy forduljon a kúnok ellen. És a Csetepatéban megölik a kúnok vezérét. Frigyes buzdítja fel. És utána hazamegy. És hazamegy. És akkor onnantól az a következő nyugat-európai részvétel a Mohi csatába, hogy Frigyes 60 várér és 3 vármegyéért fogadja be a menekülő negyedik Bélát, akinek tényleg a Mohi csatába megfordult a hadi szerencséje, hát addig ugye az cseppei arcmodor szerint ugye csalogatták a megfelelő helyszínre a visszavonuló mongolok ezt a magyar haderőt, aminek egy része ekkor már ugye nehéz páncélos, lassabban mozog, fárad, és hát próbáltak egy nyugat-európai szekértáboros hadrendet felvenni, ami a filmben is esik róla szó, meg hát majd elmondja Kornél, hogy ez a filmhez tartozik még egy egész brand, hogy nem csak a film van magába. Tehát gyakorlatilag a Mohi csata egyrészt azért bukik el, mert a kunokat a Frigyes felbújtására ugye megölik kötönyt, és hazamennek a kunok dúlás közepette. Frigyes hazamegy, mert ő elvégezte a dolgát, mert néhány mongolt megölt, és ezek után gyakorlatilag magára marad a magyar hadsereg, és csak 42-be próbál összeszedni nyugat-európai hadseregeket a Dunántúl és saját védelmére. Béla fordul Itáliához, fordul a német-római császársághoz, de gyakorlatilag csak látszat segítséget kap, valódit azt nem. Most akkor nézzünk meg egy rövid összefoglalót arról, hogy miként emlékezett Rogerius váradi püspök arra, hogy mekkora lehetett a pusztítás. Aztán most azzal folytatjuk, hogy hogyan változtak meg erről, hát hogy mit gondolunk erről ma. A tatárjárás idején Magyarország lakossága a felére csökkent. 3 millió magyarból talán 1,5 millió maradhatott életben. A tatárok eleinte igyekeztek a lakosságot megfélemlíteni, ezért gyilkolva és gyújtogatva foglalták el az országot. Később Pest központtal rendezkedtek be. A kővárak nagy részét nem tudták elfoglalni, de a vidéki lakosságot igyekeztek visszacsalogatni a földekre. A terményt aztán begyűjtötték, a lakosságot pedig rabságba hurcolták. A tatár pusztítást és a pusztítás okait rendhagyó módon egy szemtanú művéből ismerjük. Rogerius mester, váradi kanonok, maga is a tatárok fogságába esett. Így közelről láthatta a tatár megszállás pusztításait és módszereit. Síralmas ének című művében feltárja a tatár pusztítás okait is, és ezeket az okokat a korabeli magyar viszonyokban negyedik Béla király és a magyar főurak közötti viszályban találja meg. A király és a főurak viszonyára a korabeli krónikás a gyűlölség szót használja. Nagyon érdekes ez, mert amiről az előbb beszéltünk, hogy mi történt Tázláron például, az kicsit ellentmond annak, amit Rogerius mester ír. Nem, tehát, hogy ő ugye azt írja, hogy nagy pusztítás volt, de az ellenállásról arról nem nagyon ír.
Hát igen, mert ő fogságba esett, nyilván hátrébb volt a mongol harcvonalon belül, és nem láthatta csak azt a pillanatot, amikor őt fogságba ejtik. Most, hogy ez milyen körülmények viszonylag az elején volt, azt nem ismerjük, de a pusztítást azok a főurak és a király ellentéte nyilván rátett egy lapáttal a nehézségekre, de azért az látszik, hogy nem csak a falusi településeket pusztítják el, hanem például a mostani friss feltárások során látjuk, hogy Aba Sámuel egykori nyughelyén, Aba Sáron, ott a bencés kolostort, amit az Aba Sámuel 1042-ben alapít, tehát 200 éves volt pont a kolostor a tatárjárás idején, azt a padlószint után 20 centig rombolják vissza. Tehát, hogy olyan szintű pusztítást végeznek, nyilván a kereszténység és az erődítésnek is használt kő monostorok, kolostorok és várak tekintetében, ami nagyobb léptékben is látható, de hát nyilván Aba Sár pont abba a vereckei hágótól Buda irányába eső főútvonalba esik bele, amelyen a fő haderő haladt, tehát nem is várható más. Tehát a pusztítás azt nagyjából elfogadhatjuk, hogy nagyjából reálisan írja le. Reálisan annyit talán hozzá kéne tenni, hogy bizonyos területeket érintett nagyon a pusztítás, és ahogy Miklós említette, Dunántúlt kevésbé. Illetve a felvidék bizonyos részeit kevésbé érintette. Na, akkor beszéljünk kicsit a magyar filmiparról. Mert ezek rendkívüli teljesítményeket igényelnek már ezek a filmek, és nagyívű történelmi filmekről beszélünk. És azt láttam az elmúlt években, hogy nagyívű filmeket készítettek már Magyarországon. Magyar stábbal, magyar kaszkadőrökkel, magyar operatőrökkel, magyar háttér emberekkel. Neves külföldi rendezők forgatói, tehát megérett a magyar filmipar arra, hogy most már saját maga is kilépjen a világpiacra olyan művekkel, amelyek rólunk szólnak, de róluk is szólnak azért, és hát... Igen, hát ugye mi azt ezzel a filmmel megpróbálunk egy ilyen kvázi tartalomexportot véghez vinni, hogy ne csak, nem, csak az nyilván időzőjelben van, hogy ne csak a filmipar jelenjen meg, és a filmipar bizonyítsa, hogy Magyarországon érdemes filmet forgatni, és tudunk filmet forgatni, hanem az alkotói szegmens is meg tudja mutatni a foga fehérjét. Ezért Sós Péter a rendező, Balázs István Balázs az operatőr, Szakács György a jelmeztervező, Borvendék Zsuzsa a díszlettervező, a Kunt Barbara a maszkmester, a kaszkadőrök magyarok, Gulyáski Zoltán, de jöttek mongol kaszkadőrök is, akik fantasztikusan működnek, úgyhogy mi ebben bízunk, hogy magyar történeteket magyar szakemberekkel és magyar művészekkel el tudunk úgy most már mesélni a világon, hogy az Massachusetts-től Ulaanbaatarig és Sydneyig ugyanúgy megértik, mint itt Budapesten vagy Békés Csabán. És a körülményeink, mondja a Fóti stúdiót, hogy onnan most kiszorultak, de egyébként ezek a körülmények is világszínvonalúak? Tehát azt mondhatjuk, hogy ez... Csak hát hála jó Istennek ki van. Tehát, hogy annyi film forog, hogy nincs hely. Tehát az a komoly stúdiókban ott 2024 végéig le vannak fogalva. Tehát, hogy oda már nem tudtunk bejutni, meg nem lehet bejutni. Csaba, kaszkadőrök. Azért ugye hiteles fegyverek először is, 1241-42-es időszakra datálható hiteles fegyverek, ugye fontos, hogy ez legyen hiteles harcmodor, ugye nem mindegy, hogy azt a fegyvert hogy forgatták, most elképzelünk valahogy, de lehet, hogy egészen másként csinálták. Hogy lehet ezeket a mozdulatokat rekonstruálni, az akkori hadászati jellegzetességeket, hogy lehet most a 21. században visszahozni? Te elfelejtődtek közben. Teljesen nem felejtődtek el, mert ennek van nyilván egy folyamata, nyilván átalakul, nyilván változik, teljesen nem felejtődött el. Pont tavasszal, amikor voltunk a Magyarság Kutató Intézettel Mongóliába, akkor látogattuk meg mindannyian, akik itt ülünk, a kaszkadőrcsapatot is. Mind a két mongol kaszkadőrcsapatot. Fú, de ott lettem volna. nem lehet őket megnézni most valamikor? De, most hát a jövő héten van olyan felvétel, amit nagyon nagy szeretettel meghív.
őket, mert a second unit is, meg a fő unit is akciókat vesz, úgyhogy... Erről beszélek majd mindjárt a műsor után. Akkor be is álltam egy kicsit, gyakoroltam velük, emlékeztek, amikor jurtába bementetek, én akkor lóra ültem egy kicsit, azért gyakoroltam velük. Na, de hogy egy folyamat, ami bizonyára változott, de részben megmaradt. A Cecerlegi Múzeumban a mongol fegyvereken kívül volt egy 1861 mintájú magyar gyalogsági szabja, gyalogos tiszti szabja, és volt kozák saska, és egy közép-ázsiai török szabja. Nem véletlenül ezek. Tudnék, mind a magyarok harcmodora, ugyanez gyalogsági szabja volt, de szabja. Mind a kozákok harcmodora, mind a közép-ázsiai türkmének harcmodora, sztyeppei lovas harcmodor. Tehát nem véletlenül, hogy a Mongóliában ezek a fegyverek voltak a nem mongol fegyverek, akik hasonlóan harcolnak, lovon és hasonló fegyverekkel. Tehát nem tudhatjuk, hogy pontosan részletekben hogyan harcoltak, de a jellegét, a módját igen. Hiszen nekem az első munkahelyem az Országos Testnevelési és Sportmúzeum volt, harcművészetkutatóként dolgoztam ott. És nem mondhatom, hogy ez pont ilyen volt, de ilyen lehetett. Nyilván változik. Na most a történelem során más is változik. De nagyon hosszú idő, és több szempontból kell elemezni ezeket a mozgásokat, lehet. Tehát nagy mértékben azért fel lehet deríteni, hogy milyen lehetett. Igen, mert a fegyverről azért lehet sejteni, hogy hogy használták. Másképp használunk egy kardot, másképp használunk egy kétélű kardot, egy szabját. Valahogy... Igen, és más a lovaglási mód. Például ez is egy ebben a korban a nyugat-európaiak például kinyújtott lábbal lovagolnak, a mongol és a magyar az rövid kengyellel, begörbített lábbal, más a nyeregtípus, a magyar nyereg, a keleti nyereg lehetővé teszi a nyeregben a megfordulást, a hajlást jobbra-balra, szó szerint a lebukást egyik oldalt, hogy a ló takarja a lovast. Nyugati nyeregben ezt nem lehet megcsinálni, és a lovaglási mód például befolyásolja azt is, hogy használom a lándzsát, hogy használom a szabját. Jó, szóval vannak olyan rejtélyek, amelyet aztán be kell vinni a filmbe, nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga ilyenkor egy rendezőnek, Miklós. Még tényleg, de a filmnek a történelmi jelentősége, hogy most végre nyilván az ördög a részletekben rejlik, tehát hogy legyen hiteles az a harcmodor, amennyire lehet legyen hiteles az öltözet, a fegyverek. Viszont az, hogy mi, mint szakértők, vagy mint a Magyarság Kutatóintézet, mint együttműködő partner részt vehet egy olyan történelmi filmben, amit végre mi írunk a saját történelmünkről, a magyarok írják a magyar történelem egyik szegmenséről, hogy hogyan állapítjuk, vagy hogyan állítjuk meg az Európát elpusztítani készülő mongolokat. Ez nem ugyanígy néz neki mondjuk egy amerikai gyártásban, mint egy magyar gyártásban, és szerintem ez a filmnek a legnagyobb jelentősége. Igen, ez így van, és minél több történetet kellene elmesélnünk így. No, akkor elnézést. Nézzük meg még azt, hogy hogy lehet beépíteni, vagy összehozni ezeket a kaszkadőr csapatokat, például a magyar kaszkadőrök, a mongol kaszkadőrök, de hogy tudnak együttműködni egy ilyen helyzetben? Ez egy sok nyelvű csapat akkor. Sok nyelvű csapat. De az angol nyelv gondolom összeköti őket, ugye? Angolul? Hát meg nem nagyon beszélnek a mongolok sajnos angolul, a magyarok beszélnek. Hát magyar. Nem tudom, hogy sajnos, ők nem beszélnek angolul. Igen. De fantasztikus tolmácsok vannak, akik nagyon sokat segítenek, és annyi történt, hogy 3 hete gyakorolnak. Tehát, hogy megérkeztek, és 3 hete próbálják az egyes pár, tehát, hogy van 4 párbaj, van, ezt el tudom árulni, 4 párbaj van, a párbaj részleteit, hogy a rohamot, a nyílzáport, tehát gyakorolnak. Mindenkinek ki van adva, hogy mi az ő feladata, és a second unit rendező vel, meg a kaszkadőr szakértőkkel gyakorolnak. Csaba, azt mondta az előbb, hogy Batukán ugye tanult abból, ami történt, és negyedik Béla is tanult abból, ami történt. Mit tanult belőle a magyar király? Batukánt azt elmondta részletesen. Magyar király például azt tanulta, hogy szakítani kell avval a politikájával, amelyben korábban úgy gondolta, hogy egyáltalán az adományozás, a birtokadományozás káros. Rájön, hogy igenis van értelme birtokot adományozni, viszont feltételhez köti. És a feltétel a kővárépítés. Azon kívül bizonyos privilégiumokat, amiket adományoz, például Zágráb városának,
kereskedelmi, gazdasági privilégiumok, de megint feltételhez köti, és pedig kőfallal kell bekeríteni a várost, és úgy, hogy teljesen bekerítse. Tehát ne csak egy részeit. Azon kívül visszahívja a kúnokat, hajlandó arra, hogy kún módon köti az esküt, kettévágott kutyára és farkasra. Köti Szaján kánnal, Szaján fejedelemmel az esküt. Tehát nem mereven zárkózik el, ugye kúnok távoztak az országból, égetve, dúlva, nem, visszahívja őket, szövetséget köt, kún módon is megköti az esküt. Tehát nem mereven ragaszkodik a korábbi gondolataihoz, és emiatt válik ő méltán második honalapítóvá, második ország alapítóvá. Én most azt hiszem, hogy lassanként a vége felé tartunk sajnos, pedig itt azért erről az időszakról még jó lenne sokat beszélni, de a film sorsa érdekelne most még. 2022 novembere van, decembere van, bocsánat, most igen, kezdték a forgatást, ugye? Igen, 2023 októberére tervezzük, hogy elkészül a film, bár a VFX csapat már jelezte, hogy valószínűleg ez november lesz inkább, de jövő, mához egy évre reméljük elkészül. Mit jelent az, hogy VFX csapat? Akik a komputer animációt készítik. Értem, mert hogy sok komputer animációban hát igen, benne. A várat meg kell rajzolni, hogy ne menjünk messzire, meg azt a 10 000-es vagy 20 000-es mongol haderőt, amit... Ők is magyarok? Magyarok. Tehát ez a csapat ez is, amelyik csinálja az animációt, ez is magyar. Minden. Csak a színészek közül vannak olyanok, akik külföldiek, vagy nemzetközi. Gárda, minden alkotó magyar. Pontosabban nem, elnézést, a zeneszerző, egy Mike Moran nevezetű angol zeneszerző. Úgyhogy, de hogy a sorsáról a filmnek még beszéljek, 23 végén lesz bemutatva Magyarországon, és már 5 országban sikerült értékesíteni, és több országgal van elő szerződésünk, hogyha elkészül a film, és megnézik az első vágást, akkor fogják rá ütni a végleges pecsétet, úgyhogy érdekes módon nagy sikere van a történetnek ebben a fázisban és a nemzetközi piacon. Inkább keleten, vagy inkább nyugaton? Az 5 ország, amelyik már megkötötte a szerződést, az keleten van, vagy nyugaton? 3 keleten, és 2, 1 Dél-Amerika, és 1 nyugaton. Jó, szóval érdekes a magyar történelem, ha úgy fogalmazzuk meg máshol is, ezt a tanulságot akkor vonjuk le belőle, és tényleg, amit mondott Makoldi Miklós, hogy a mi történeteinket mi meséljük el, úgy van az rendben, legalábbis nekünk biztosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzám beszélgetni. Mi is köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Kulturális harcoktól hangos a katari foci VB. De vajon el lehet-e várni egy hagyományos muszlim társadalomtól a nyugati normákhoz való igazodást? Az Ez itt a kérdés következő adásában erre keressük majd a választ. Tartsanak velünk legközelebb is. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!